Boriska. A pusztáról jöttünk akkor, szép októberi nap volt. Egy öreg asszonyt temettünk el ottan. Ahogy az országútra érünk, a papom odaszól az Imre kocsisnak, hogy hajtson lassabban. Az idő szép enyhe volt arra, hogy lassan járjunk. A kocsi különben is rázott, meg zörgött. Minek fusson? Falusi embernek nem sietős az útja, legfeljebb, ha otthon félreverik a harangot. A papom szivarra gyújtott, engem is megkínált. Tudja, mi az újság? Kérdezte, mikor már jól égett a szivarunk. Kicsoda? Az uraságnak ma reggel vendége érkezett. Hallottam, valami asszonyféle. Az leány. Csinos leány. Rokonféle. Igen, csinos leány. A hangja szinte létrán járta, hogy ezeket mondta. Kövér szemét ráfordította, különösen hunyorgatott. Engem, mintha valami óriás pók kulcsolt volna körül. Megértettem, hogy az ismeretlen leány azért van nálunk, hogy ne legyen ismeretlen. A pap mosolyogva pöfékelt. Ma délután, ha átmegyünk, meglátja. Idő múltán az anyjával is meg fog ismerkedni, az apjával soha. Az anyja különben vagyontalan, Pozsonyban lakik és női kalapokat árul, de ez nem baj. Az uraság a szíve mellett tartja az erszényét. Elég volt. Azt mondtam a papnak, hogy a szivartól megszédült a fejem, gyalog akarok hazamenni. Leszálltam a kocsiról, és a legelőn át torony irányban bandukoltam hazafelé. Szomorúság szállt meg. Így ereszkedik a holló a virágos almafára. Hát ki vagyok én? Mi vagyok én? A régmúlt időben joga volt a földes úrnak, hogy összeházasítsa a rabszolgáit. Én nem vagyok rabszolga. Fejér Pál földes úr mindez ideig jó emberem volt. Télen minden este átmentem hozzá. Csütörtökön meg ő jött én hozzám. Beszélgettünk, sakkoztunk. Nyáron nem voltunk együtt annyiszor. Ő a forróságban is a mezején járt. Csak vasárnaponként találkoztunk meg, mikor az eső esett. Gyerekkoromból emlékszem, hogy volt az apámnak egy bagolyfej óratartója. Bagolyfej gesztenye színű tollakból. Alul körül volt nyírva. Két kis sárga üvegszem, meg egy kicsi orr. Mikor Fejér Pált először láttam, az az óratartó jutott az eszembe. Máskülönben szívem szerint való, igaz beszédű ember. 48-as is. A fiát, lányát bejáratja hozzám a kis paraszt gyerekek közé. No, az, amit a pap mondott, megfordította felőle való jó véleményemet. De hát, ha nem is igaz. S ha igaz is, őszinte leszek a gorombaságig, ha kell. Az én boldogságom, az én belső gazdaságom nem az övé. Ígyen fölpáncélozva mentem át este felé Fejérékhez. Az uzsonna kávénál ültek, ott ült a pap is, ott ült az idegen leány is. Egy rózsaszínű árnyék. Szőke, szomorú, nem is szép. Valami németes hosszúság az arcában, ezt láttam az első pillantásra. Tudja-e vajon, hogy miért van itten? Az arca meg a tekintete nem árul el semmit. A fiatal lányok mind színészek. Fejér a kezét nyújtotta, s ügyetlenül a leány felé mozdította a kézszorításunkra, miközben így szólt. Nézd, Boriska, a tanítónk! A leány anélkül, hogy a kezét nyújtotta volna, rám nézett, s meghajtotta a fejét. Ez a tekintet, ez a komolyság... A leány tud arról, hogy ki vagyunk egymásnak választva. Sakkozunk, kérdi Fejér nyájasan. Amint tetszik, feleltem nyugodtan, hidegen. Az inas elővonta a sakkozóasztalt, és szivart tett elénk. Rágyújtottunk, sakkoztunk. A pap álmosan gémelt, sohasem játszott. A játék főfájást okozott neki, és megbőszült, ha vesztett. Én bizony úgy elmélyedtem a figurák bolyodalmában, hogy meg se hallottam, mikor a nők kimentek. Hogy tetszik magának az én kis rokonom? Kérdezte Fejér, mikor az első csatát befejeztük. Az arca, amennyire kilátszott a szakálból, tulipiros volt, és a szeme sárgán csillogott. Azt hiszem, szép lány, feleltem egykedvűen. Azt hiszi? Még nem láttam. Nem látta, hát mennyi idő kell arra, hogy egy szép lányt megláthasson az ember? Lánya válogatja. A nőnek szerintem 77 arca van.
más, ha komoly, más, mikor vidám, más, mikor mosolyog, mikor fél, haragszik, szomorú, türelmetlen, szenvedő, elégedett, elégedetlen. Más reggel, más este, más minden órában és más minden ruhában. Mindezt általában mondom, s Boriskáról csak jót gondolhatok. Fehér mosolygott. Játszottunk tovább. Majd meglátjuk, melyikünk erősebb azon a saktáblán, amelyiken csak két figura áll. Másnap, hogy átmentem, csak a leányt láttam a szobában. Széken állott. A Petőfit ábrázoló gipsz figurát igazította fel a kályha tetejére. Mikor beléptem, elpirult. A bosszankodás pirossága volt az. A tegnap szelíd kék szemek ma kedvetlenül néztek le reám a magasból. Zsámolyt tettem a szék mellé, és a kezemet nyújtottam. Megengedi, hogy lesegítsem. Pillanatig tétovázott, aztán beletette a kezét a kezembe, és lelépett. Kisasszony, mondottam. Senki se látott bejönni. Engedje meg, hogy egy szóra itt maradjak. Köznapi, babos, kék kartonban volt. Igazi német arc. Nem kellemetlen, de nem is bájos. Tegnap unatkozó, ma bosszús. Ez volt a második arca. Láttam, hogy siklik rajtam a tekintete, a hajamtól le a lába, míg meg vissza. Álltam nyugodtan. S hogy leült a varróasztal mellé, én a dívány sarkába ereszkedtem. Kisasszony, mondottam, kegyed végignézett rajtam. Ez nem a kíváncsiság jele, hanem a megvetésé. Kegyed int a kezével, hogy nem az. A női gyöngétségnek magától való mozdulata ez. Más jelentősége nincsen. Bocsásson meg, hogy ilyen őszintén beszélek. Városon ez nem szokás, de falun rendjén való. Kegyed bizonnyal más társasághoz és más kifejezésekhez van szokva. De én csak fakó falusi tanító vagyok, s így távol a várostól engem is befogadnak az urak a társaságukba. Kérek kegyedtől is türelmet irántam. Mi lenne belőlünk itt falun, ha egyik ember a másikat nem szívlelné? Mindegyikünk tudja, hogy a másik mennyit ér, de azért úgy becsüljük egymást, mintha az értékünk egyforma volna. Én például soha se felejtem el, hogy minden társaságban én vagyok a legkisebb. Engem illet az asztalnál is az utolsó hely, és a beszélgetők között a hallgatás. Megenyhült arccal nézett rám, s a kezét nyújtotta, mintha azt mondta volna, fogadja részvétemet. Nem búsulok én ezen, kisasszony, feleltem elmosolyodva. Kell egy hídnak lenni, amely a paraszti osztályt az úri osztállyal egybeköti. Ez a híd a néptanító. Én szeretek az lenni, ami vagyok. Az én foglalkozásom kedves nekem. Én a faluban minden szíven és minden lelken uralkodom. Ez nekem öröm, és gazdag is vagyok. Nem mintha vagyonom vagy nagy jövedelmem volna, hanem mert bele tudok illeszkedni abba, amin van. Nem is kell összezsugorodnom. Igaz, hogy a külső megjelenésemre nem sokat költhetek, de ez itt nem is szükséges. Csak ritkán történik, hogy valakinek kedvetlenséget okozok vele, mint például kegyednek, aki engem nem ismer, és a ruhám szerint gondol felőlem ítéletet. Nem, nem, felelte. Én önt azok után, amiket hallottam, csak becsülni tudom. Ha valami búsítana, folytattam elgondolkodva, az nem lehetne más, csak ha egyszer meg akarnék nősülni. Figyelemmel nézett rám, az arcán valami férfias vonás jelent meg. Mert így, ami kevés vágyam van, folytattam, arra a jövedelmem elég. De ha megnősülnék, a világ legnyomorultabb emberének érezném magam. Tanítóné, milyen szomorú cím ez, kisasszony, és milyen szomorú állapot. Kell egy új ruha, az asszony nem mer kérni, tudja, hogy nincs. Én meg nem merem látni, mert tudom, hogy hiába. Néha csak egy pár cipő kellene, néha csak egy pár kesztyű. Ilyen hitvány apróság miatt mennyi szomorúság, aztán a lakásom is. Két kicsiny szoba. Az egyikben alszom én, a másikban az anyám. A szalonom és a dolgozószobám az iskola. Ha a feleségemnek vendégei jönnek, hogyan ég az arca, mikor a szalmaszékre ülteti őket,
Hogyan fáj a szíve, mikor a terítéket gondolatban összehasonlítja a látogatókéval? Magam így mondom, gazdag vagyok. Nekem a szalmaszékek jó székek, és a kislakás nagy lakás, mert a faluban sehol sincsenek jobb székek és jobb lakások, és a közönséges ember jobbat nem is kívánhat. Csak az úri osztály az, amely a jónál jobbat, s a jobbnál különbet kíván, és ehhez fűződik minden gondja, s ebben telik el az élete. Kegyet komolyan néz rám, s azt kérdi magában, miért beszélem mindezeket? Hát igazán nem másért, csak hogy ne vessen meg engem. Így falun elviselhetetlen az, hogy egyik ember kicsinyelje a másikat. Én nem akarok másnak látszani, csak annak, ami vagyok, és nem akarok kedvetlenséget okozni azzal, hogy az vagyok, aminek látszom. Először vagyok falun, felelte pillogva, és nem ismerem itt az emberek gondolkodását. A falusi tanítókat én csak színpadokon láttam. De ön nem olyan. Abban jól gondolkodik, hogy önnek megnősülnie nem szabad. És szerencsés ember, hogy ezzel leszámolt. Kisasszony, feleltem megvidámult szívvel. Könnyű ez nekem. A házasság elvégre is nem olyan munka, mint a torta csinálás. A házasságra némi nemű előzmények kellenek. A körte se terem a földön, hanem előbb a fája nő és a virágból fejlődik. Erre már ő is mosolygott, én is. Nem vagyunk többi ellenségek. Én nem akarom elvenni, ő nem akar hozzám jönni. Szinte szerettem volna megcsókolni érte. Milyennek látja a falunkat? Kérdeztem aztán, hogy másra fordítsam a beszélgetést. Hát sok a paraszt benne, meg sok fa, meg sok állat, felelte mosolyogva. Annyi libát meg kacsát, mint itt van az udvaron, soha se láttam. Az arca, amikor így bizalmasan szólt, kedvesen kigömbölyödött. A szemével is beszélt. Nagy kék szeme volt, de mikor nevetett, összehugyarította. És ez illett neki, noha gyerekes volt. Igaz, hogy nem lehetett túl a 16-on. Attól az órától kezdve jó barátok voltunk. Valahányszor átmentem, csak úgy beszélgettem vele, mint a többivel. Érdeklődéssel hallgattam a madarainak, ruháinak, meg a virágainak történetét. Ő is érdeklődéssel hallgatta, amiket én a falusi embereinkről beszélgettem. Különösen tetszett az neki, amiket a fákról, bogarakról, virágokról tudtam. Ő a fákról nem tudott többet, csak annyit, hogy azok nyáron zöldek, télen kopaszok, s hogy tűzre valók. A bogárféléket pedig egyáltalán nem szerette. Rovaroknak nevezte őket, és borzadott tőlük. De mikor én elmondtam neki egyenként, hogyan élnek, micsoda más a természetnek, gondolkodása minden teremtésnek, hogy azok is úgy éreznek, küzdenek és szenvednek, mint az emberek, édes figyelemmel hallgatott, és azt mondta, hogy másnak lát mindent, amióta velem megismerkedett. Egy decemberi napon igen megharagított a szamaras Tóth Antal. Mióta bevették mindenesnek az urasághoz, mindig ott lóg ő a konyha körül, s hol kukoricát morzsol, hol fát aprít, hol vizet hord. A cigány Laci is befordult oda néha, s megkérdezi. Nincs-e szükség messzelőre? Messzelőre persze soha sincs szükség, de annál nagyobb a szükség a kenyérre cigányéknál. Kap Laci mindig. Hát mondom, akkor délután ott álltunk Boriskával a tornácon, és néztük a szállongó hópelyheket. Egyszer csak kifordul a Laci gyerek a konyhából. Egy nagy karaj kenyér feszül a tarisznyájában, kerek és barna arca fájdalmasan vonaglik, s íme könnyek is ömlenek a szeméből. Mi bajod, Lacikám? Azt gondoltam, valamelyik cseléd megütötte. A gyerek felemeli a fejét, és hozzám jön. Az arcával hozzám simul, s még inkább sírásnak ered. Azt mondta Antal bácsi, hogy Zabi gyerek vagyok. Na ne sírj, feleltem letörölve a zsebkendőmmel a könnyeit. Az a szó, amit Tóth Antal mondott, nem szégyen szó. Csak azért sért téged, mert látta, hogy neked ezzel fájdalmat okozhat. Az gyakran megtörténik, fiam, hogy rossz emberekkel találkozol. Ilyenkor mindig azokra gondolj, akik téged szeretnek. Tóth Antal is éppen akkor lépett ki a konyhából.
Korpás Dézsát vitt az udvarra, és kurta száru pipa füstölt az orra alatt. Hallotta, amit a kis cigány gyereknek mondtam. Úgy is mondtam, hogy hallja. Megállott. Egyet vakart a fületövén. Minden délután ide jön ez a vakarcs, duhogta. Aztán meg még neki áll feljebb. Nagy vitézkent, Tóth Antal, feleltem. Sebet tud adni a gyereknek. Hanem ettől a szótól, amit erre dobál, nem ez lesz számszennyes, hanem a kend lelke. Ha ugyan van kennek lelke. Ahogy visszafordulok, látom, hogy Boriska a két tenyerébe simogatja a kis cigány gyerek arcát, és néz rá nagy szemmel, csodálkozón. És az arca olyan halovány, mint a hó. Néhány nap múlva elutazott, visszautazott az anyjához Pozsonyba. Fejér Pál ideadta nekem is a levelét, amit írt nem sokára rá, hogy elutazott. Elolvastam kétszer is egymás után. Nem kellett többször elolvasnom, hogy megtanuljam kívülről. Ezt írt a többek között. Ki nem mondhatom, mennyire megszerettem azt a kis falucs benne az egyszerű jó embereket. Azelőtt mindig az volt a kívánságom, hogy selymes és bársonyos bútorok között éljem át az életet, és hogy olyan férjet adjon az Isten, akinek előneve van és címert nyomat a vizitkártyájára. Most szalmafödél alá vágyom. Akácfából faragott tulipános bútorok közé. Ha valaha asszony leszek, falusi asszony szeretnék lenni. Csalánszövetből igen divatos ruhát tudnék magamnak varni, és a kalapot is magam készíteném el, de kitömött madarak és rezgő tűk nélkül csupán virágokból. De hát megengedi-e az Isten, hogy szegény asszony legyek? A jövő tavasszal, kedves bátyám, ha nem lennék terhére, szeretnék lemenni, és ott tölteném a nyarat is. A kis cigány Lacinak mellékelte, küldök egy piros honvéd sapkát.